Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a nagyon jeles napon, és most már nem csak a magam nevében. Borbé József kormányzó vagyok, 2009. június 13-a óta jelenítem meg az apostoli Magyar Királyságot, önkéntes kormányzóként. A mai nap egy olyan folyamat része, és nyugodtan mondhatom, hogy az egyik utolsó stációja egy olyan folyamatnak, amit úgy neveztünk el, hogy az apostoli Magyar Királyság életre hívása. 2009. június 13-át követően egy nagy ugrással 2011. november 11-én befejeződött a kettős hatalmi struktúra Magyarországon. Ugye történelemből mindenki ismeri, alapvetően magyar sajátossága a kettős hatalom. Ez 2009. június 13-ától állt fönn, a november 11-én, 2011. november 11-én az új világ kezdetén itt a Dunán, a Budapest hajón, a Kárpátia emléktúra alkalmával visszahelyeztük az apostoli Magyar Királyságot a jogaiba. Ezt követően december 28-án, 2011. december 28-án felavattuk Kecskeméten az apostoli Magyar Királyság kormányzói hivatalát. És itt kell megemlítenem azt, hogy ennek a napnak a hajnalán beszüntettem minden magyarországi pártnak a működését, többek között a sajátunkét is. Ugyanis 2007. december 28-án többet magammal, egyébként károsultakkal ez a fogalom, a Magyarországon sajnos az egyik legismertebb fogalom, hogy károsult, vagy hitelkárosult, vagy a rendszer károsultja, létrehoztunk egy pártot, de akkor már nem a károsulti státuszunknak a helyreállítása érdekében, hanem a nemzet biztonsága, a nemzet megvédése érdekében. Akkorra már egy olyan társaságnak voltam a stratégiai igazgatója, ami a világ legnagyobb gazdasági társága kellett volna, hogy legyen, ugyanis magyar találmányokat finanszíroztunk. Akkor védelmi céllal létrejött a párt, és az említett december 28-ai nap hajnali 2 órakor meghoztam azt a rendeletet, hogy minden magyarországi párt politikai tevékenységét betiltottam. Ez a nagyon fontos stációt követően, aztán mintha nem volt lehetőség, és úgy beszéltük meg a ötletgazdákkal, akikkel ezt a hajótat terveztük, hogy nem fogunk sehol partra szállni, vissza fogunk érkezni ide ahonnan indultunk, tehát a budapesti kiindulási állomásra, Esztergomba se szálltunk ki, viszont a partra szállást most így utólag megejtettük. Mátyás napján, folyóév, február 25-én, szombaton a Visegrádi várba levontuk a megszűnt illegitim harmadik magyar köztársaság lobogóját. Viseltes is volt, megérett rá. Többek között mondták, hogy nem teheted, hogy levonod másnak a lobogóját. Mondom, mi az, hogy másnak a lobogóját? Ez a mi lobogónk, mi döntöttünk arról, mikor rájöttünk arra, hogy a köztársaság az nem a mi államformánk, ugyanis egy törvénytelen államforma, valójában nem jött létre. Jogászok nagyon ismerik ezt a kifejezést, ti is sokan hallottátok azt, hogy senki a saját fölrólható magatartására jogot nem alapíthat. Ez ugye a PTK 4 szakasz 4 bekezdés. De a Szent Korona is ismeri, jogtalanság jogot nem alapít, vagy jogtalanságra jogot alapítani nem lehet. Ezekkel a kifejezésekkel szoktuk ezt ismerni. Na most mi dönthettünk, akik nem dönthettünk arról, hogy milyen társadalomba érünk, mert éltünk egy köztársaságba, ami ugye nem is jöhetett létre. Fizikailag működött, és a világ számos pontján diplomaták ezrei jelenítették meg ezt a köztársaságot, és ez volt a csalás. Lehet, hogy ezek a diplomaták sem tudták mindegyébként, hogy mit tesznek. Nyilván az ideológusok, a filozófusok ezt tudhatták. Most viszont az a nagyon egyszerű és nagyszerű lehetőség adódott meg tempópárt elnökeként, hogy rátalálhattam a régi új államformánkra, és csak egy felismerés kellett hozzá. Egyébként ez annyira gyorsan jött, hogy június 13-án hajnalban, mondjuk úgy, hogy arra ébredtem, hogy be kell jelenteni, hogy Magyarország királyság is meg kell jeleníteni. Ugyanis az elődöm nyugodtan mondhatom, mert Horthy Miklós óta nem volt ennek az országnak kormányzója, önkéntes kormányzó volt, önjelölt volt. És rögtön az elején szeretném tisztázni a legitimitást, majd lehet, hogy majd még lesz rá alkalom, amikor elmondom, hogy meg szokták kérdezni, hogy milyen alapon mondom én magamnak, hogy én vagyok a kormányzó, milyen alapon jelenítem meg az államot. Elsődleges szempontként nyugodtan el lehet mondani, hogy Horthy Miklóstól nem tudom, hogy megkérdezték-e, és már nem tudom, hogy mit válaszolt rá, de hogy önkéntes alapon tette ezt, az biztos. Viszont megválasztani ebbe az országba az elmúlt 60 évbe, de talán az elmúlt 1000 évbe törvényes választás nem történt. Ha nemzetgyűlések voltak, azok sem voltak törvényesek, ugyanis a
97 évi százas törvény, hármas paragrafusa, ez a választási törvény. Nagyon komolyan fogalmaz, és az, hogy most 97-esre hivatkozok, analógia alapján ez évszázadok előre, évezetekkel visszamenőleg is igaz, hogy meg kell lenni a feltételeinek a választásnak. Egy népszavazást sem lehet úgy eldönteni, még akkor sem, hogyha ha ingyen legyen a Sör című népszavazást tartunk, ugyanis van egy nagyon-nagyon fontos feltétel. Csak az állampolgárok teljes tájékoztatása mellett lehet tartani. Mert mondták nekem, hogy Jóska, miért kell neked úgy kormányzónak lenni, hogy nem vagy legitim, mert hogy téged nem, ott csinálja nemzetgyűlés. Na most mi jó magyarok, legalább 20 évig vitatkoznánk, mint a parlamentbe tették ezt a pártjaink. Nem tudnánk megegyezni senki személyben még legalább következő 20 évig. A másik, hogy miután nincs országleltár, mindenki tudja, más sincs. Tehát én a következő feladatra vállalkoztam, hogy betartom a törvényeket végre egyszer, 1000 év óta nem tartják be Magyarországon. Szent István volt az, aki nem tartotta be a törvényt elsődlegesen. Ő előtte is még lehet, hogy sokan mások, azt nem tudjuk, azóta biztos garantáltan senki nem tartotta be a törvényt ebbe az országba. Én arra vállaltam kezességet, hogy be fogjuk tartani a törvényt. Amit most úgy mondok, hogy 97 évi százas törvény, hármas paragrafus, le vannak írva a különböző fordulatai. Tehát majd ebbe az országba lehet, hogy tartunk nemzetgyűlés, sőt biztos, hogy kell. Aztán majd eldönti a nemzet, hogy végeztem a munkámat, vagy az, aki majd a nemzetgyűlés időpontjában kormányzó lesz, majd az eldönti akkor a nemzet, amikor nemzetgyűlést lehet tartani. De először le kell tenni az országleltárt, le kell tenni a pontos adatokat, hogy mink van. Na most itt azért a másik, a legitimitást adó dologra talán azt tudom mondani, hogy nem hallottam még arról, hogy valaki kiállt volna az emberek elé. Egyrészt meg tudta volna szervezni, igaz, hogy most sem vagyunk sokan, de a internet és egyéb segítségével egészen biztos, és vannak információink, akiket a világon érdekel a világ biztonsága és a világpolitika, azoknak a képviselői itt vannak közöttünk, különböző titkosszolgálatok képviselői is, az apostoli Magyar Királyság hírszerzése ezt nyilvánvalóan érzékelte, és egyébként is tudjuk, hogy a szél és a Duna viszi a vizet, akarom mondani az információt, a vizet is viszi, de az információt még inkább. Tehát lényeg az, hogy ki az, aki el tudja azt mondani, hogy Magyarországon nem mínusz 2 millió forinttal születnek a gyerekeink, hanem 400 millió forinttal, és amikor ezt a 400 millió forintot, ez semmi más, ez a törzs vagyon. Tehát azt jelenti, hogy 1/10 millió rész az állami vagyonból. Hozzáteszem, hogy nyilván az állami vagyonnak van működő és nem működő része, de ez ebben a formában nem igaz, mert ha jól csináljuk, akkor minden része működik. És ez az a törzs részvény, amit mi kibocsátottunk, és mi elosztottuk a vagyont. Természetesen a magánvagyonokat, amit törvényesen szereztek, azt mi nem oszthattuk el. Egyébként alábecsültük a vagyont, mert pontos fölmérésünk nekünk sincs, de azt pontosan tudjuk, hogy 20 000 milliárd szent korona, azaz 20 000 milliárdszor 200 forint, készpénzállományom egészen biztos rendelkezünk, ugyanis én az apostoli Magyar Királyság kormányzója nevében a április 16-án, 2011. április 16-án a Szent Korona bankot létrehoztam. A Szent Korona bank 20 000 milliárd Szent Koronával alakult meg. Ez a világ legnagyobb elektronikus pénz, ez a világ legnagyobb készpénzállománya. Ha lehet hinni a nemzetközi sajtónak, akkor a világ készpénzállományát 10 000 milliárd dollárra vagy euróra, vagy valami hasonló fizetőeszköz nagyságrendűre becsülik. Na most ezzel mi magyarok rendelkezünk, és én nem tisztem vizsgálni, hogy a világ más pontjain, illetve valamilyen szinten nyilván vizsgálni kell, de jelen pillanatban nem akarok véleményt mondani arról, hogy a világ mely valutája mögött van fedezet. Egy biztos, hogy a Szent Korona mögött van fedezet. Tehát ezek azok a dolgok, amit én azt gondolom, hogyha a 1000 éve elbutított és információktól elvont magyar népnek, ha valaki meg tudja mondani ezeket az adatokat és felelősséggel el tudja ezeket mondani, akkor egyelőre vállalkozhat ilyen feladatra, mint amire én vállalkoztam. A magam részéről még annyit szeretnék itt a bevezetőben elmondani, hogy az apostoli Magyar Királyság hivatalos szervei, ezek közül is a Fehér Sereg, aki azzal a feladattal hoztunk létre, hogy beolvassa magába a Fekete Sereget, mert sajnos ugye az illegitim harmadik magyar köztársaság megszűnt szervezetei, ha időben nem lépünk, akkor zsold nélkül maradnak. Tudomásom szerint nem régen elindult az a folyamat, hogy arról fogják értesíteni, illetve alá kell majd írni a katonáknak, rendőröknek, hogy előfordul, hogy 3 hónapig is kvázi zsold nélkül kell ellátni a szolgálatot. És ez az a helyzet, amikor ugye Mátyás halála után nem lett zsold.
és hordává vált a fekete sereg. Megmondom őszintén, hogy jelen pillanatban mi már most sem vagyunk megelégedve, legalábbis az elmúlt években nem, az otthonvédők, meg az otthonukat elvesztő emberek igazából nem érezték úgy, hogy a fekete sereg, azaz a illegitim harmadik magyar köztársaság hivatalos szerveinek felesküdött tisztségviselői a haza és az emberek védelmében jártak volna el. Ebbe fordulat látszik, biztos mondhatom mindenkinek, talán láthattátok azt is, ahogy a rendőrség jelenlévő képviselői viszonyultak a mai rendezvényhez is. Sokan mondják is, hogy ez nekünk túl könnyen megy. Hát persze, hogy könnyen megy. 20 év, 30 év munkája van mögötte, vagy az utóbbi néhány nagyon kemény év munkája van mögötte, és akkor nem is ment olyan könnyen. Egyébként elárulom nektek, hogy most már hál' Istennek tényleg könnyen megy. A fehér sereg főtisztjei már a Mátyás napján, ez egy nagyon szerencsés bolygóállás volt, és tartozunk nagy királyunk, nagy elődünknek is azzal, hogy az ő napján tegye le a fehér sereg vezető tisztségét, tették le a hivatali esküt. Ma a kormány jelenlévő tagjai fogják letenni a hivatali esküt. Közülük is van, aki katonai területen fog tevékenykedni, van pedig, aki polgári területen fog tevékenykedni. Egyébként hozzáteszem, hogy az apostoli magyar királyságban a polgári tisztségviselők is kvázi katonai területen viseltetnek, vagy végeznek munkát, ugyanis a munkájukért a hadi ítélőszék előtt kell felelniük, tehát csak ennyiben polgáriak. Mindenki, aki az állam javával bánik, az ebből a büntetőjogi szempontból nem számít polgári alkalmazottnak. Azt hiszem, ezt mindenki érti, hogy ez mit jelent, mert ugye másképp kell működni, mint ami miatt tulajdonképpen ide kerültünk. Én akkor megkérném Tauzin Krisztina altábornagyasszonyt, hogy az eskü szövegét mondja elő, és a jelenlévő, kormány jelenlévő tagjai tegyék le a hivatali esküt. Tegyétek a kezeteket. Jobb kéz a... Jobb kéz a szívre, bal kéz a könyvre. Én... Ünnepélyesen esküszöm az Öreg Istenre, és a Magyar Szent Koronatanra, mint hazánk alkotmányára, Borbély Józsefre, az apostoli magyar királyság kormányzójára, hogy a szentesített törvényeink iránt hűséggel viseltetem. Megemlékezem arról, amivel az Öreg Istennek tartozom. Én vagyok a te hazád, Nagy Magyarország. Hűségem, becsületem, tisztségem nem eladó. Erkölcsös, engedelmes vagyok és leszek. Tisztelem elöljáróimat, mint atyámat. Szeretem barátársaimat és munkatársaimat, mint önmagamat. Tanulok, hogy tudjak. A tudás második fegyverem. Védem a másét, mint a magamét. Igaztalanul nem vádolok. Fegyverem ártatlant nem sebez. A család szentély. Esküszöm, hogy kötelességeimet. A közrend, a közcsend és a közbiztonság. A gazdasági és szellemi felemelkedés szolgálatában. Az ide vonatkozó utasítások szerint. Mint honvéd, pedig a haditörvények szerint. Mindenkor és mindenben teljesítem. Nem lépek nemzetellenes irányzat szolgálatába. Nem lépek nemzetellenes irányzat szolgálatába.
amely a fehér sereg vagy a csendőrség katonai fegyelmét aláássa. Amely a fehér sereg vagy a csendőrség katonai fegyelmét aláássa. Semmiféle titkos társulatnak nem vagyok, és nem leszek tagja. Minden körülmények között a haza szolgálatában állok. Minden körülmények között a haza szolgálatában állok. A törvényeknek mindenkor engedelmeskedem. A törvényeknek mindenkor engedelmeskedem. A szolgálati titkot és a nemzetem biztonságát híven megőrzöm. A szolgálati titkot és a nemzetem biztonságát híven megőrzöm. Érted élek? Érted élek. Érted halok? Érted halok. Magyar nemzetem. Magyar nemzetem. Híven, becsülettel, vitézül. Híven, becsülettel, vitézül. Az öreg Isten engem úgy segéljen. Az öreg Isten engem úgy segéljen. Egy kis holt vizet a kérek a... Következővel folytatnám, hogy a világ országai közül olyan 45 országba ment már ki az elektronikus levelünk értesítésünk, megszólítva, akit tudtunk a saját nyelvükön, a többit általában angolul. Egy a spanyol királyhoz intézett levelemnek a magyar változatát, ugyan én csak így tudok sajnos, fel fogom most olvasni. Ezen túlmenően hasonló tartalommal, de majd a rendeleteket, ugyanis azt, hogy mi mit akarunk, az néhány A4-es lapon tényleg elfért. Körülbelül bízom benne, hogy 15 perc alatt vagy 10 perc alatt fel fogom tudni olvasni. Hoztam összesen 7 rendeletet. Nyilván végrehajtó rendelkezései talán a 7-esnek, a gazdaságra vonatkozó rendeletnek. Lehet, hogy lesz majd 500, lehet, hogy később lesz majd 5000 végrehajtó rendelkezése is. Ugye az a fontos, hogy az ember hozza a rendeleteket. A rendelet a részemről meghozni az olyan, mint a satunak az egyik fele. Sokan ismerik ezt a kis régi műszaki eszközt. Egyik a fix fele, a másik az pedig a, amit tekerünk. Hát ez a végrehajtó rendelkezés, és hogy ennek hogyan szerzünk érvényt, ez itt ezekben a rendeletekben le vannak írva. Azon kívül, hogy a világ összes országának az értesítése az folyamatban van, amikor elektronikusan befejeztük, akkor a papír alapon is majd meg fogjuk ezt postai úton meg fogjuk erősíteni, de hát mindenütt veszik, többek között angol parlamenti képviselőket 100-on fölül tudtunk értesíteni már. Ez egy elég nagy, hosszú folyamat, ugyanis mindenkit nevén kell szólítani, nyilván nem lehet tucat levelet kiküldeni, mert vannak a protokollnak különböző szabályai. Ezekről, amiről én beszélek, erről a parlamentet, tehát amikor a december 23-án az első 5 országot értesítettük, illetve talán akkor a Magyarországon működő nagykövetségek közül mintegy 20-at, akkor Orbán Viktor, Kövér László és Schmidt Pál urakat értesítettük arról, hogy a köztársaság az meg lett szüntetve november 11-én, 11-11-én, és hogy ők már nem képviselik ezt az államot. Természetesen, ahogy az illik, őket értesítettük erről először. Juan Carlos részére, spanyol király részére írodott levél. Mélyen tisztelt felség, örömmel tudatjuk, hogy 2011-én az apostoli magyar királyságot visszahelyeztük jogaiba a Dunán rendezett kárpáti emléktúra alkalmával. Előzmények: 2009. június 13-án Magyarországon bejelentettük, hogy országunk államformája a királyság. Mivel a köztársaságról, mint államformáról bebizonyosodott, hogy nem rendelkezett legitimitással, mert a megszálló hatalmak kényszerítették a köztársaság államformát használni. Ettől az időponttól mintegy 60 év elteltével ismét megjelenítjük az apostoli magyar királyságot, ami 2009. június 13-ától 2011-11-11-ig kettős hatalmi struktúra állt fent hazánkban. Ezen idő alatt harmadik magyar köztársaság hivatalos szerveivel és eljáróival szemben lefolytattuk a bizonyítási eljárásokat a törvénysértő működésükkel kapcsolatban. Majd ezt követően sor került a hivatalos eljárásokból történő kizárásukra is. Az okirati bizonyítékok nem csak a magyarországi hivatalos szervek előtt fekszenek el, hanem megtekinthetők a Tempopárt és a tempohírek.com hivatalos honlapokon. A jelen tájékoztató levelünk készhezvételét követően az illegitim harmadik magyar köztársaságot korábban is megjelenítő hivatalos személyek a továbbiakban sem vállalhatnak kötelezettséget, ugyanis nem is vállalhattak volna,
mert soha nem voltak hivatalos személyek, sem hazai, sem nemzetközi vonatkozásban, és nyilatkozataik sem joghatályosak. A külképviseletek irányítását folyamatosan vesszük át, illetve a különböző nemzetközi szervezetekben történő részvételünket az újratárgyalásokat követően szintén folyamatosan biztosítjuk. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani, hogy Önök országában egyedüliként az 1949 évi magyarországi tragikus fordulatot követően is még további 20 évig működhetett a Magyar Királyi Követség. A jövőbeni megújuló együttműködés reményében maradok tisztelettel Borbély József kormányzó. Ehhez indoklást is küldtünk, ezt most azért nem olvasom föl, mert azokat a rendeletekbe, amivel a különböző magyarországi szerveket értesítettük, az első rendeletekben leírtam ezeket az indoklásokat, mert azt tudni kell azoknak a hivatalvezetőknek, hogy miért szűk meg az állam, akit ők képviselnek. A másik borítékból kellene nekem a közlönyök. Előkerülnek a közlönyeim, mert úgy látszik, hogy titkosítottuk. Ismeritek ezt a kifejezést biztos. Időközben többen értesültetek róla, és elég sok kritikát kaptunk arra vonatkozólag, hogy a volt köztársasági elnök urat madridi nagykövetté neveztem ki. Meg szokták kérdezni, hogy tud-e róla, hát nyilvánvalóan az ő hírszerzése is, vagy a köztársasági elnöki hivatal, vagy a még regnáló harmadik magyar köztársaság levonuló tisztségviselői hírszerzése is működik, és a másnap az internetről tud róla, de természetesen megküldtük neki, és én küldtem neki egy privátnak szánt levelet is. Most nemrégiben, mert azért én tisztában vagyok azzal, és az a felelősségüket nem vonja el, de el kell mondanom, én látom azt, hogy a miniszterelnök köztársasági elnöknek milyen időbeosztása van, és hogy tulajdonképpen végig rohanják a napot, a nap 24 órájában utaznak, rohannak, tulajdonképpen leválasztják róluk az információkat. Ettől függetlenül a számukra hivatalaikkal átültetett irat, az hivatalos közlésnek minősül, és az, hogy ő azt nem olvasta, azt olyan, tehát büntető jogilag, vagy egyáltalán erkölcsileg is olyan, mintha ő azt megkapta volna. De én ettől függetlenül gondoskodni szerettem volna, és az a 93 oldalas bizonyíték gyűjtemény, amit legutóbbi időkben a harmadik magyar köztársaság regnáló szerveinek a megállítására használunk. Én ezt az anyagot talán két nappal ezelőtt a köztársasági elnöki hivatalba bevittem, és a Schmidt úr titkárságán én ezt leadtam. Időközben ott pár mondatban kicsit zavarosnak tűnt, hogy ugye ebbe a köztársasági elnöki, kvázi úgy mondom kormányzói hivatalba megjelent egy másik ember, aki azt mondta, hogy szintén a kormányzói hivatalból jött, de mondtam, hogy erről már maguk is meggyőződhetnek, mert hivatalosan ugyanaz a hatóság biztosította a hivatalavató ünnepségünket, aki most itt a palotaőrzést, vagy egyáltalán az ővédelmüket ellátja, vagy aki most is biztosítja az itteni rendezvényünket. Hát ez egy ilyen állapot. A következő miatt, hogy én az apostoli magyar királyság képviseletébe kormányzóként folyamatosan nekem ez a feladatom, hogy tárgyaljak. Mindenkivel tárgyaljak, ugyanis csak végső esetben harcolunk. Persze, hogyha harcolni kell, akkor harcolunk. Azt el tudjátok képzelni, hogyha erre vállalkoztunk, akkor mi úgy érezzük, hogy mi megkaptuk fentről a felhatalmazást. Minden eszköz megengedett. De az első eszköz az, hogy sajnos itt vannak a nagyon-nagyon rossz példák, itt vannak a délszláv testvéreink, akik túl vannak egy háborún, szinte minden családnak van halottja, és nem lett jobb nekik, hogy lett volna jobb, semmivel nem lett jobb. Nyilvánvaló, hogy valamilyen módon egész addig egy regnáló haszonélvező társaság nem fog elmenni, míg valamilyen módon el nem távolítják. Ezt majd ki fogják követelni az emberek, mert holnaptól sajnos ugye újra indulhatnak a kilakoltatások, megszűnt a moratórium, és remélem, hogy mindenhova eljut a híre, hogy van egy másik lehetőség. Tehát aki az apostoli magyar királyságban él, és azt mondja, hogy az ő hivatala az a Petőfi Sándor utca 1-ben van Kecskeméten, annál ugye elég nehezen tud eljárni a végrehajtó, mert a végrehajtókat is értesítettük. De gondoltunk, és még egy dolog, hogy folyamatosan tárgyalok a regnáló hatalomnak az általam arra érdemesített képviselőivel arra vonatkozólag, hogy állapodjunk meg. Tehát éljenek az amnestia lehetőségével, és ebből a levélből, amit én most már nyilvánosságra osztok, fönt van a honlapon is,
De akkor én ezt felolvasnám, mert ebből akkor mindenki tudja fogni, hogy egy méltányos levonulási lehetőséget biztosítunk, és tulajdonképpen ezek az emberek nagyon sok fájdalmat okoztak nekünk és a családtagjainknak és az egész országnak, de hát ha megtévedtek, hát ha nem tudtak róla, és elmehetnek innen tulajdonképpen emelt fővel. Lehet, hogy meg fogjuk őket tapsolni. Úgyhogy mielőtt elkezdeném a felolvasást, egy kis vizet kérnek szépen. Dr. Schmidt Pál nagykövet úr részére. Tisztelt nagykövet úr, a madridi külszolgálata megszervezésének megkezdése előtt az alábbi feladatok elvégzése szükséges. A velem később egyeztetett időpontban fel kell oszlatnia a parlamentet. Önnek van joga hozzá vonatkozó törvényt, még korábban dr. Sólyom László hagyta jóvá, alkotmánybíróság elnökeként előfordulhat, hogy önt erről nem tájékoztatták. Személyesen folytattam le, illetve úgy személyesen, hogy levélben, ez a honlapunkon megtalálható, a dr. Sólyom László nevében levelező akkori titkár azt írta le nekem, hogy a köztársasági elnöknek nincs ilyen lehetősége. Visszaírtunk neki, hogy a vonatkozó törvény 29e pontja alapján van ilyen lehetőség, ugyanis analógiából következik, mivel arról szól ez a törvény, hogy a házelnök mindenben helyettesítheti a köztársasági elnököt, csak a parlament feloszlatásában nem. Ebből következik, hogy neki van ilyen joga. És amikor alkotmányos válság van, tehát amikor a Gyurcsány összetügyi beszédjén és Sólyom László nem oszlatta fel a parlamentet, én azóta őt egyébként már onnantól kezdve nem hívtam köztársasági elnöknek a leveleinkbe. A fentieket követően ön bejelenti lemondását, továbbá bejelenti, hogy lemondásával az apostoli magyar királyság gyors térnyerését kívánja elősegíteni. Hozzáteszem, ez a mi működésünknek nem feltétele. Tehát mi a hatalmat már elvettük. Tehát ez egy formai gesztus, részünkről ennélkül is működik, de megmondom őszintén, hogy ez egy uras módja, és a királyság az egy uras dolog, miért nem működne ez urassan. Bejelentésének indoklása, tehát hogy mivel tudja ő indokolni a bejelentését, tehát egyrészt azzal a bizonyíték csomaggal, amit a minap bevittem. Ön annak ellenére, hogy alapvetően sportdiplomata, illetve túlnyomó részt az utóbbi időben külszolgálatot teljesített, és bár nem jogvégzett, mégis látja, hogy Magyarországon teljes alkotmányos válság van. Az emberek közel 60%-a él mély szegénységben, a kormány és a parlamenti pártok semmire sem tudják a megoldást. Önt a köztársasági elnöki pozícióba emelő hatalmi elit nem csak az ország polgárait vezették félre az ország valós gazdasági helyzetét illetően, hanem nyilván önt is. Ön a világ egyik leggazdagabb országának volt a köztársasági elnöke úgy, hogy közben az ország lakosságának több mint a felét adósság sújtja. Valós helyzetről tájékozódhat az apostolimagyarkirályság.hu, tempohírek.com, tempopart.hu honlapokon. Ön a bejelentésének indoklásában elmondhatja, hogy be kell látnia, hogy a Fidesz kormány a kétharmados többségével sem találta meg a kiutat a válságból, a rendszerváltás félre sikerült, és az elmúlt több mint 22 év gazdaságpolitikája nem hogy elhibázott volt, hanem szó szerint a 22-es csapdája lett. Bejelentésével méltányos visszavonulást tud biztosítani a magyar politikai elit részére az általam biztosított kormányzói amnesztia lehetőségével. Az amnesztia alatt többen találkozhatottok már vele, büntetőjogi konzekvenciák alól mentesülnek, és az emberi méltóság megőrzéséhez feltétlenül szükséges, javaikból tarthatnak meg, amennyi ahhoz szükséges. És illetve az együttműködés mértékéhez, ugyanis kiváltságokat lehet szerezni az apostolik magyar királyságba. Miért ne lehetne? Mondták, hogy nekem ez, hogy ez már korrupció. Mondom, ha ennyi lett volna nálatok is, akkor belefért volna. Egyébként itt kell elmondanom azt, én mindig elmondtam az utóbbi időben, nekem nagyon sok alkalmam volt vezető politikusokkal beszélni, mert kerestem mindig a módját. Csak annyit mondtam neki, ha felét loptátok volna el, akkor nem vettük volna észre, a másik fele nekünk elég lett volna 10 millió magyarnak. Azt hittük volna, hogy nektek azért van több, mert többet dolgoztok, okosabbak vagytok egyéb. Hát sajnos ez ugye kiderült, hogy nem így van. Mint ahogy az ön előtt is ismert, illetve az idáig rendkívüli leterheltséggel járt munkaköri elfoglaltsága miatt nem jutott el önhöz az információ, akkor most a fenti honlapokon kellő mértékben tájékozódni tud. 2009. június 13-a óta jelenítem meg önkéntes kormányzóként az apostoli magyar királyságot. 2011-11-én az apostoli magyar királyságot formálisan is visszaéztük a jogaiba, és ezzel az illegitim harmadik magyar köztársaság és az ön köztársasági elnöki státusza is megszűnt. Erről önt, illetve Orbán Viktor volt miniszterelnököt és Kövér László házelnököt a főtitkár@parlament.hu e-mail címen 2011. december 23-án a mellékelt módon értesítettük. Itt van a webcím, ahol ezt meg lehet találni. A parlament feloszlatására és az ön lemondására csak formális okok miatt van szükség, ezzel viszont közösen megteremthetjük a békés valódi rendszerváltás feltételeit. Egyebekben
tájékoztatom, hogy a tényleges háttérhatalom hatalmi tényezők csoportjaival folyamatosan egyeztetek a hatalom átvételről. A titkosszolgálatok vezetői tudnak erről önnek tájékoztatást adni. Kérem, hogy a fentiek letárgyalása, illetve az egyeztetés szükségessége miatt vegye fel velünk a kapcsolatot. Miután ez a kapcsolatfelvétel egyébként hivatalosan nem történt meg, meg máshogy sem, ezért hoztam nyilvánosságra a levelet, hogy mindenki láthatja, hogy biztosítottuk ezt a lehetőséget. Akkor én ismertetem a közlönyöket, és ezzel tulajdonképpen a mai hivatalos procedúra véget is fog érni, és ahogy említettem, ez a folyamat, az, hogy ez pártalapítással kezdődött, arról már nem szoktunk beszélni, mert minek? Az, ami fontos, hogy 2009. június 13. kettős hatalom. 2011. november 11-én visszahelyeztük a jogaiba. December 28-án felavattuk a kormányzói hivatalt. Március 25-én Mátyás napján levontuk a köztársaság zászlaját, felhúztuk az apostoli magyar királyság zászlaját Visegrádon, ami nagyon fontos, mert ott van a korona valódi őrzőhelye. Egy éven belül van olyan helyzetben az ország, hogy a világ legszebb fellegváraként ott fogjuk őrizni a koronát. Ez az irányítás helye, ahol most vagyunk, a budavári palota. Tehát a koronaőrzésnek is megvan a helye, de majd, ha előkerülnek a valódi történészeink, meg a valódi történelmünk, akkor lehet, hogy engem majd még ebbe ki is fognak javítani, mert mi sem lehetünk tévedhetetlenek, de azt hiszem, annyi baj legyen. Egyet ma biztos tudok, hogy az a könyv, amire letettük az esküt, aminek sajnos a szerzője már nem él, aki az összes koronakutató munkáját foglalta össze, ő mondta azt, hogy egyet nem lehet tenni Magyarországról, illetve a Kárpát-medencéből kivinni a koronát. Én ennek a könyvnek még csak a 333. oldalán járok. Ez egy olyan szám, nem jártam egész ott, tegnap este még el kellett ehhez olvastam 20 oldalt. És nagyon jó, hogy elolvastam, ugyanis azt kell tudni, hogy az öreg Isten csak akkor tud nekünk segíteni, amikor vesszük az adást. És miután a Kárpát-medence szatelitként veszi az adást, de nekünk ezt leközvetíteni csak a korona tudja, és amikor nincs itthon, akkor nem tudja. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az hol van. Nagyon fontosak a jelképeik. Nem véletlenül, itt mindjárt fogom ismertetni. Mindenki mondja, hogy miért kell az ászlókkal foglalkozod, van fontosabb dolog. A világon nincs fontosabb dolog, mint a jelképünk. Mert a jelképünk és a történelmünk rendben lesz, akkor majd rendben lesz minden, akkor majd rendben lesz más is. Kormányzói közlöny egyes szám közzététel, ugyanis ezt a rendeletemet március 12-én hoztam, most március 12-én lesz egy éve. Ez amikor beszéltem arról, hogy hogy lehet a rendeletet végrehajtani rendelkezésekkel. Ezek azok a rendelkezések. Március 12-én, amikor bejelentettem egy tárgyaláson a Fővárosi Bíróságon, hogy az ítélkezést felfüggesztem és a bírák kinevezését visszavonom, már a bíró nem mosolygott. Ő tudta, hogy ez mit jelent, nyilván nem vonult le, mert ő neki meg kell várni azt, hogy majd mondják neki, hogy levonuljon. Viszont mára ott tartunk, hogy majdnem a teljesség igényével, és tulajdonképpen ez a mai esemény követően már mindenki tudja, nekem ahol megjelenek, mindenütt beállítják a tárgyalásokat. Már nem tartanak tárgyalást, mert nyilvánvaló, ezt láthattátok az interneten, mindenütt beszoktam jelenteni, hogy megszűnt a köztársaság, és én ezt tudom is bizonyítani. Van olyan bíró, aki már tudja, van nálam egy jegyzőkönyv, majd abból egy rövid részletet fel fogok olvasni. Most, hogy ennek érvényt szereztünk, illetve hogy a többi rendelet is elkészült január hónapban, így ennek a közlönynek is kinyomtattuk a változatát. Egyes számú közlöny, közzététel. Kelt Kecskeméten az Úröregisten új világunk második évre, februárjának 16. napján. Most azért van a második év, mi egy új időszámítást kezdtünk, volt egy rövid évünk november 11-től tavaly, 2012-ben maják sem számolták tovább, most mi elkezdtük, mert tudjuk, hogy tavaly egy volt, az idén kettő, ez nem olyan bonyolult. Egyes számú kormányzói rendelet, ítélkezés felfüggesztés az illegitim harmadik magyar köztársaságban. Az ítélkezést az illegitim harmadik magyar köztársaság összes bírósága tekintetében függesztettem fel 2011. március 12-én a Fővárosi Bíróságon. Ezt követően több lépésben szereztem érvényt az apostoli magyar királyság kormányzója nevében a rendeletben foglaltak betartásának. Kiemelendőnek tartom ezek közül az alábbi eljárásokról készült kép- és hangfelvételeket. Itt hiperhivatkozásként be van linkelve, azt mondja, hogy 6-7 darab videófelvétel, ami különböző bírósági eseményekről szól. Mai napon is már 2012. február 11-én is a Kecskeméti Városi Bíróságon már beállították a tárgyalásokat, tekintettel az illegitim harmadik magyar köztársaság megszűnésére és az új államformára, az apostoli magyar királyságra.
Kormányzói közlöny, kettes számú rendelet. Na most ebből csak a rendelkező részt olvasom, ugyanis még ez az a rendelet, ahol leírtam azt, amit egyébként bejelentettünk a különböző országok vezető tisztségviselőinek, uralkodóinak és miniszterelnöknek, illetve a magyar hivatalos szerveknek is. A fentiekre tekintettel a mai napi hatállyal ez a kettes rendelet a Magyarországon bejegyzett valamennyi politikai párt működését betiltom. A kettes számú kormányzói rendelet, ez van a egyes számú végrehajtó rendelkezés, jelképrendszer, zászlók. Mai naptól az uniós zászló használata tilos. A jövőben mindenhol egységesen egy, kettő vagy három zászló tűzhető ki vagy helyezhető el. Ha egy zászlót alkalmaz valaki, az csak az árpádsávos lehet. Ha kettő zászlót alkalmaz, úgy az első zászló, a zászlókat mindig szemből kell nézni, a baloldali az első árpádsávos vagy angyalos címeres, az apostoli magyar királyság hivatalos címere, ezt itt megjegyzem csak zárójelbe, ami az angyalos címer, nemzeti színű zászló. A második lehet a helységzászló vagy a cégzászló. Három zászló kihelyezése esetén az állami épületeken az első az árpádsávos, középső zászló a helységzászló, cégek esetében előfordulhat, hogy középső zászló lehet cégzászló. A harmadik zászló az angyalos címeres nemzeti színű zászló. Tehát csak így és ezen a módon. A zászlók méretei a díszített épületekhez, illetve zászlótartó oszlopok méreteihez igazodóan az aranymetszés szabályai szerint. Ugyanis az aranymetszés az ősi sajátunk. A megrongálódott vagy kifakult zászlókat haladéktalanul le kell cserélni. Gondoskodni kell, hogy a zászlók ne csavarodjanak fel, vagy ne akadjanak össze, ha kell, műszaki megoldásokat kell rá alkalmazni, illetve a zászló felelősöknek kell gondoskodni a fentiek betartásáról. A fentiek végrehajtásáért az önkormányzatok a felelősek. A fentiek gyors végrehajtását a közeledő nagy nemzeti örömünnepünk is indokolja. Ugye ma, ha nem ennyien lettünk volna itt, illetve nem tudom, mert amennyiben ennek most itt viszonylag gyorsan híre megy. Mi most ünnepelni fogunk, nyilván ebben az ünnepben is dolgozunk, de én 12 napos nemzeti ünnepet rendeltem el, mert azt hiszem, hogy egy 1000 év után visszahelyezni egy országot a jogaiba, és egyébként meg most ne legyünk szerények, van rá pénzünk, hogy a világon mindenkit meghívjunk, aki ide akar jönni erre az időszakra. Más kérdés, hogy kereskedőink majd mikor értik meg, hogy a Szent Koronát, mint nemzeti fizetőeszközt el kell fogadniuk, azt nyilván, ahogy mi az operatív irányítást is, tehát nem csak a formálisan, hanem gyakorlatban is átvesszük, akkor viszonylag gyorsan, mert azonnal betiltom az összes olyan kereskedelmi egységet és bankot, aki a Szent Koronát nem fogadja el. Jelenleg a polgármesterek haditörvényszék előtt fognak emiatt felelni, mert de ezt majd a következő rendeletbe fel fogom olvasni. A háromas számú kormányzói rendelet az otthonvédők és azok az emberek, akik akikre már rárontott a horda, az ő érdekükben történt. Itt sem olvasom el az előzményt, miután ez a 700 végrehajtó is, úgy elég nehezen értjük elük a szót, mintha nem magyarul beszélnének, és ezért nekik is ezt leírtuk. Fentiekre tekintettel a mai napi hatállyal a Magyarországon bejegyzett valamennyi felszámoló cég, egyéni felszámoló, továbbá önálló bírósági végrehajtó működését betiltom. Vonatkozik ez az önkormányzati végrehajtókra és a NAV végrehajtóra, valamint a bírósági végrehajtókra is. Egyben elrendelem az önálló bírósági végrehajtók és felszámolók végrehajtással foglalkozó összes cégeinek végelszámolását és a felszámolás alatti cégek végelszámolásba történő átfordítását. A mai naptól a fent felsorolt végrehajtók semmilyen végrehajtási cselekményt nem fogadatosíthatnak. Nem tarthatnak árverést, nem bonyolíthatnak kilakoltatást, nem végezhetnek foglalást és letiltást sem eszközölhetnek, továbbá inkasszót sem nyújthatnak be, egyetlen egy bankszámlára sem. Indoklás. Magyarország már elérkezett a teljes elhetetlenítés stádiumába. Az országot lehet, hogy olyan spekulációs szándékkal, de mégiscsak leminősítették mindenféle szempontból. Statisztikai adatok is azt mutatják, hogy az élet minden területén az utolsók vagyunk Európában, és a legtöbb dologban a világon. Az elsőbséget csak olyan dolgokban mondhatjuk magunkénak, mint a halálozás és a depresszió. Történik mindez annak ellenére, hogy hazánk adottságai, természeti adottságok, földrajzi elhelyezkedés, ásványkincsek, víz, termőföld, szellemi adottságok, találmányok és szabadalmak összessége alapján világ elsőnek kellene lennünk. Az elmúlt 60 évben, de különösen az elmúlt 20-ban bizonyítottan hazánk politikusai az egyéni érdekeiket helyezték előtérbe a nemzet érdekeivel szemben. Ezen politikusok pártok képviseletében eljárva osztották meg a nemzetet és tették földön futóvá. Minden további nap elteltével, ami az elmúlt évekhez hasonlóan telik rohamléptekkel közeledünk a polgárháború felé.
közeledtünk, reméljük, hogy már nem közeledünk. Tudva lévő, hogy minden olyan megmozdulás, mely Magyarországról indul el, végig söpör Európában, mint 48-56, 2006 eseményei. Ezt nem engedhetjük meg. Az elmúlt évek jogérvényesítési gyakorlata során, melyet az illegitim harmadik magyar köztársaság hivatalos szerveivel és vezetőivel szemben folytattunk le, alakult ki a hazai jogállam és a jogrend iránti felelősségünk, visszatalálva a Szent Koronához, annak jogrendjéhez jelenítjük meg az apostoli magyar királyságot, és vesszük át folyamatosan az irányítást. Fentieken túl minden végrehajtást elrendelő bírói végzés hatálytalan, mivel Magyarországon az elmúlt évtizedekben egyetlen egy bíró sem rendelkezett a kötelezően előírt üzemegészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálattal, a nagyfokú pszichés terhelésre tekintettel. Ezért is függesztettem fel az egyes számú kormányzói rendelettel az ítélkezést 2011. március 12-én. Hiszen láthattátok, aki látta dr. Istenes Attila vagy Pataki Árpád bírót, amikor az ember tudatosítja vele, hogy jelenleg róla folyik az adatgyűjtés ott a bírósági tárgyaláson, és elmondom, hogy az operatőrök a teljesítési segédeim, hiszen tavaly február 23-a óta vezetem a központi nyomozó főügyészség különleges nyomozócsoportját, akkor ezek a bírók összeomlanak, nem bírják a pszichés terhelést. Sokan láthatták, tehát ebből is látszik, hogy ők nem lettek megvizsgálva, tehát ha nem tudtunk volna róla is, meg lehet erről győződni. Kérek egy korty vizet, amíg... Négyes számú kormányzói rendelet, kormányülés, fejérsereg felállítása, egyebek. Az apostoli magyar királyság, mint már a köztudott, az újvilág első napján 2011-12 visszajezte magát a jogaiba. A hatalomátvétel egyre gyorsuló folyamata, tempó, 2009. június 13-ai bejelentést, azt nem találó volt a pártalapításra a névválasztás, ennek a rövid neve. Van, mikor magunknak is egy kicsit gyorsan diktáljuk a tempót, de azt hiszem ez nem baj. 2009. június 13-ai bejelentés óta formálisan is elkezdődött. 2011-12-11-i magyar köztársaság megszűnése, illetve a kormányzói hivatal kecskeméti felállításának első év december 28, 6000 Kecskemét Petőfi Sándor utca 1B tempójában haladó intézkedések soron következője a fehérsereg felállítása, mely fölé emelkedésével befogadja a megszűnt köztársaság kvázi hivatalos szerveinek alkalmazottait. A kormányülésen Borbély József kormányzó, a fehérsereg hadseregtábornok, a Tauzin Krisztina és Fazekas Márta honvédeket a hazaszolgálatában szerzett érdemeik elismeréseként altábornaggyá lépteti elő. A Fantom köztársaság természetesen feketén működött, ezért a hivatalos szerve is kvázi feketén működtek, azaz kijelenthető, hogy a hadsereg, rendőrség, polgárőrség maga volt a fekete sereg. Megelőzendő, hogy hordává váljon, mint az Mátyás halálában Zsolt hiányában történt, a fegyveres testületeket tovább foglalkoztatjuk. Fenti sorok miatt nem sértődhet meg senki, és ki sem kérheti magának, mivel alig akadt olyan hivatalos személy a fegyveres testületek állományába, aki ne keveredett volna korrupciós botrányba, vagy ne követett volna el egyéb nagyon súlyos bűncselekményeket, a közös bűnt annélkül, hogy a kollektív bűnelkövetésre utalnák a BS 171 paragrafus 2 bekezdésében foglaltakat, minden hivatalos személy és politikus elkövette, mivel mindenki tudott, mit csinál a másik. Bűnösök közt cinkos, aki néma. Amnestia rendelet érvényes második év 2012. február 15-ig. Azon hivatalos személyek, fegyveres testületek tagjai beosztottak vezetők egyaránt, akik zárt borítékban a kormányzói hivatalban 6000 Kecskemét Petőfi Sándor utca 1B 7 emelet leadják önvallomásukat a nevüknek, beosztásuknak, szolgálati helyüknek, lakcímüknek, e-mail, mobiltelefonszámuk pontos megjelölésével, az általuk valaha is elkövetett összes bűncselekmények vonatkozásában, hivatali visszaélés, kötelességszegés, stb. Mentesülnek a büntetőjogi konzekvenciák alól, és szolgálati viszonyt létesítettek az apostoli magyar királyság fehérsereg előjáróival, vagy az apostoli magyar királyi csendőrséggel. A beosztott katonák és csendőrök alapbéra jövőben nettó 1500 szent korona, az egyenlő jelenleg 300 000 forinttal. Az amnestia csak azokra a bűncselekményekre vonatkozik, melyeket a kormányzói hivatal részére adott zárt boríték tartalmaz. Amennyiben későbbiek során kiderül, az illető hivatalos személy más bűncselekményt is elkövetett, vagy újabb bűncselekményt követel, úgy minden korábban elkövetett bűncselekmény vonatkozásában felelnie kell az elkövetés időpontjában hatályos törvények szerint. A Magyarországon bejegyzett cégek a jövőben a őrzővédő és személyvédelmi tevékenységet nem folytathatnak, ezen tevékenységet a továbbiakban fehérsereg, illetve a csendőrség látja el. Az őrzővédő őrzésvédelemmel foglalkozó alkalmazottjai, ha magyar állampolgárok, jelentkezhetnek a fehérsereg vagy a csendőrség állományába. És akkor itt a következő kormányülés időpontja, nyilván ezen már túlhaladt az idő. A kormányzói rendelet, négyes számú kormányzói rendelet, egyes számú végrehajtási rendelkezése mai napi hatállyal. Vén István 56-os korvinközi harcos forradalmát honvéd dandártábornokká léptetem elő. Mai napi hatállyal fehérsereg főhadiszállására toborzó főparancsnokká Vén István honvéd dandártábornokot nevezem ki, Borbély József kormányzó. Kormányzói közlöny.
kelt Kecskeméten az Úrreg Isten új világunk második éve február 3. napján. Vén István, korvinközi harcos forradalmárnak a hazaszolgálatában eltöltött több mint 6 évtizedért az apostoli magyar királyság kormányzója által alapított legmagasabb állami kitüntetést, a gyémántokkal ékesített nagykeresztet adományozom. Ez egy gesztus volt jelen pillanatban, miután az apostoli magyar királyság még az ötvösökkel nem vette fel a kapcsolatot, de rövid időn belül felfogja, és a Vén István nem csak ezért, hanem a más gazdasági tevékenységért, tehát több mindent tartalmazott ez a díj. Ezzel azt szerettük volna jelezni, hogy a valódi mindenkit, akit majd felelünk, akik tettek ezért a hazáért, és sokat tettek, az apostoli magyar királyság az megbecsüli a tudósait. Már több tudós fent van a honlapon, láthatja mindenki, hogy a lista az egyre bővül. Legyenek ők feltalálók, legyen ő épp az általam egészségügyi miniszterként felkért Kovács Ádám, mert egyetlen nép vagyunk a világon, akinek olyan egészségügyi minisztere van, aki személyében rákkutató és fel is találta, nem csak kutatja, hanem 20 év áll már ez a rendelkezésünkre, csak éppen nem minősítették gyógyszerré ez idáig, de ezen is túl vagyunk. Ötös számú kormányzói rendelet átfogó intézkedések, január 23. napja a kelt. A nyugdíjasok, munkanélküliek és ellátatlanok, illetve a 200 000 forint nettó alatt keresők járandóságának 200 000 forintig történő kiegészítésének kifizetését a Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaság haladéktalanul megkezdi. Visszamenőleges hatállyal az új világ első év első napjától, 2011-11-ig. A kormányzó megadja a jogot és egyben kötelezi az összes önkormányzatot, hogy második év február 10-ig a fenti összeget folyósítsák az állampolgárok számára. Itt jegyzem meg, hogy a polgármesterek szinte a teljesség igényével mind a 3200 megkapta a e-mailt időbe. Most nem akarom minősíteni azt, hogy milyen módon jeleztek vissza egy néhányan. Összeget folyósítsák ki az állampolgárok számára, és kötelezzék a területeken működő összes szolgáltató és kereskedelmi egységet, hogy a Szent Koronát, mint elektronikus fizetőeszköz, bankkártya fogadják el rögzített árfolyamon. Azon egy Szent Korona 200 forint. Azon szolgáltatók és kereskedelmi egységek, akik megtagadják a Szent Korona, mint fizetőeszköz elfogadását, azoknak a működési engedélyét haladéktalanul be kell vonni. Egyetemleges felelős a polgármester és a jegyző, mivel első év december 28-ától az önkormányzati képviselők jogállása megszűnt. Azzal, hogy az őket delegáló pártok működése betiltásra került. Itt van a bizonyíték, kivétel, tehát a hivatalavatónak a ról készült, illetve a ezzel kapcsolatos közölnek a közzététele. Kivételt képeznek a független képviselők, továbbra is segíthetik a polgármester és jegyző munkáját, fokozott figyelmet fordítva a törvényesség betartására. Megbízatások a közigazgatás átszervezéséig tart, az apostoli magyar királyság végrehajtó hatalmának részeként működő közigazgatási rendszer felállításáig, ez február 23-ig. Mi magunkhoz képest is késtünk egy kicsit, viszont kiírni már kiírtuk az erre vonatkozó pályázatainkat. Viszont ahol lehet, mi ezeknek magunk is érvényt szerzünk, nyilván itt még a lehetőségek korlátozottak. Az önkormányzat második év február 1-5-ig kell benyújtani, hiszen ezt január 23. napján írtam, az igényüket a működésükhöz szükséges, a fentéket és magában foglaló kifizetések vonatkozásában. Amennyiben nem tudják megszervezni, hogy február 15-ig, hogy a területükön működő bankok, kereskedelmi egységek és más elfogadó helyek elektronikusan kezelni tudják a Szent Koronát, mint fizetőeszközt, úgy forint hitelt vehetnek föl, elsődlegesen a területileg illetékes takarékszövetkezeteknél, esetleg bankoknál. A hitelfelvételt az állam, azaz apostoli magyar királyság bankja, a Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaság garantálja. Azon új képviselőtestület polgármester jegyző, amennyiben van független képviselő, aki a fentiek végrehajtását megtagadja, vagy késlelteti, a fehér sereg hadi esküdtszéki igazságszolgáltatás előtt felel. Ugyanis statárium van ebből a szempontból, mert nálam az a helyzet, amikor tél van és hideg van, és a magyaroknak nagy száma az utcán kell, hogy éljen vagy otthon nem fűtik a lakását, akkor az statárium. És ebből a szempontból, nem diktatúra szempontjából, hanem a másik diktatúra szempontjából. Itt azért mondom, mert a kormányzóság, nyilván az apostoli magyar királyság az diktatúra, csak ettől nem kell félni, mert egy-két korábbi politikusunk elmondta, hogy nem fog fájni, ez tényleg nem fog fájni, mert ez isteni diktatúra, és ebből baj nem szokott lenni. Azon új képviselőtestület polgármester jegyző, igen, az, hogy felel, ezt elmondtam, a jövőben visszamenőleges hatállyal első év 11-11-től orvosi ellátás ingyenes, még a fogászat is. Mindenki megcsináltathatja a fogsorát, mert akkor majd egészségesen fog élni, mert meg tudja rágni a
száraz kenyeret is, ha kell. Hatos számú kormányzói rendelet, átfogó intézkedések, ítélkezés az apostoli magyar királyságban. Tehát nem bíráskodás, ítélkezés. A honvédelem és a rend fenntartás az apostoli magyar királyság fehérseregének a feladata és hatásköre. Csend, közrend fenntartás az apostoli magyar királyság csendőrségének feladata, melyet Rácz Lajos belügyminiszter irányít. Előléptetés. Mai napi hatállyal Rácz Lajos csendőr dandártábornokra léptetem elő. 2011. március 25-én az apostoli magyar királyság legfőbb államügyészévé dr. Havas Gábort, legfelsőbb törvényszék elnökévé dr. Pence Kabirót neveztem ki. Időközben dr. Havas Gábor megbízatása megszűnt, helyette dr. Mészáros Attila Attilát neveztem ki. Mindenki csak addig töltett be egy tisztséget, amíg nem válik annak méltatlanná annak betöltésére. Így sajnos már az apostoli magyar királyságban is megtörtént, illetve hát ez nem sajnos, ez az élet rendje. 2014. negyedikó elsőjén az általam irányított központi gyomozó főügyészségen a beiktatásukra sor került. Nyilván az újonnan kinevezett főügyészre még nem, de talán azt hiszem, annak is elküldtem az értesítését. Elég sok levelet küldünk mostanában, nehéz fejbe tartani. 2011-12-11-re az illegitim harmadik magyar köztársaságot megszüntettük. Ezzel együtt az illegitim harmadik magyar köztársaság hivatalos szervei is megszűntek. Ennek okai korábban már részletesen ki lettek fejtve. A Tempópárt hivatalos honlapján tárolt információk ezt teljes körűen alátámasztják, de maguknál a szerveknél is elfekszenek. Az ítélkezést még 2011. 3-12-én függesztettem fel. A négyes számú kormányzói rendelőben foglalt amnestia vonatkozik az illegitim harmadik magyar köztársaság bíráira is, azzal a különbséggel, hogy a harmadik magyar köztársaság bírái és fogalmazói nem kerülhetnek tovább foglalkoztatásra az igazságszolgáltatásban. Vonatkozik ez a bírák káder utánpótlási tervében szereplő személyekre is. Annyira jól működött ez a rendszer, amit a saját maguk által most mondtak föl, vagy bocsátották el azt a dr. Ravasz László bírót Szegedről, Csongrád megyei bíróságról, aki elmondta azt az én bejelentésemet követően, hogy Magyarországon a volt népbíróság bírósága működik, a megyei bíróság elnökei, akik korábban túlnyomórészt pártitkárok voltak, kézi vezérléssel, koncepciós eljárások keretében utasítják az összes bírát az eljárásra. Ez alapján nyilvánvaló egyetlen olyannak sem kötelessége elfogadni semmiféle bírósági ítéletet sem. Tehát itt én azt gondolom, hogy önmagában a Ravasz László által kijelentett és bizonyított, és általunk is felismert és bizonyított dolgokból tényleg látszik az, hogy valószínűleg már a megszületés előtt tudták, hogy ki lesz bíró. Tehát olyan ez a káder utánpótlási terv alatt ezt értettem. És miután nekünk egyébként azért sem lehetnek bírók, mert bíró már nem lesz többet ebben az országban. Ez majd mindjárt a következő részből kiderül. A mai napig keletkezett polgári pereket perenkívül egyességgel kell lezárni. Határidő 2012. február 23. Most nyilvánvaló, hogy ugye szorosra kell fognunk a határidőket, és előfordul az, hogy majd fogunk lehet, hogy szankciók mellette póthatáridőket biztosítani arra, ugyanis egyet el kell ismerni. Nem mindenkihez jut el az információ. Nyilván a törvény nem tudása nem mentesít, de azért egy államforma váltás és egy ilyen nagyon nagy ugrás, vagy egy ilyen valódi rendszerváltás, azaz vissza a saját rendszerünkhöz, nyilvánvaló, hogy valamilyen szintű toleranciát kell majd biztosítanunk, de ez a póthatáridő, főleg, hogyha a nagy nyilvánosságot megkapja az apostoli magyar királyság térnyerése, akkor onnantól kezdve erre már majd senki nem hivatkozhat, tehát egy újabb egy hónapos határidő elegendő kell, hogy legyen. A mai napig, a határidő eredménytelen leteltével érintett perek tekintetében az apostoli magyar királyság ügyészsége beavatkozik, és törvényességi felügyeleti eljárással jogi segítséget nyújt a peren kívül egyesség gyors lezárásához. Megjegyzendő, hogy jelenleg a Magyarországon folyó perek 90%-a kamuper, ezt megtapasztaltam személyesen, azokat túlnyomó részt az állam és igazságszolgáltatási maffia generálta. Ilyen aktív, passzív perek. Mai napig keletkezett büntetőperek is megszűnnek az általános amnestiával, mivel a hivatali eljárók és politikusokra vonatkozó amnestia lehetőség az egyébként kifosztott polgárokra automatikusan vonatkozik. Tehát mindenki, akit a elemi logika szabályai szerint szabadon lehet bocsátani, az mindenki, ahogy a gyakorlati értelembe vett hatalmat a ezen szervek fölött is átvesszük, akkor nyilván ennek van egy menete, ezt le kell vezényelni, hogy ez szakszerűen legyen folytatva, de mindenki pillanatnyilag azért mondjuk meg őszintén gazdasági bűnözőkből, akik bent vannak, vagy gazdasági bűncselekményekért elítélt emberek, jóval kisebb súlyú bűncselekményeket követhettek el, mint akik most kint vannak, ezt tudjuk. Az apostoli magyar királyságban a törvénykezést az esküdtszéki igazságszolgáltatás végzi.
Az esküdtek száma 7 fő. Az esküdteket minden egyes esetben számítógép véletlenszerűen választja ki az ország bármely pontjáról az évente választott esküdtek közül. Az esküdtek nem választhatók újra. A tárgyalásokat jogvégzett elnök vezeti le. Az ügyeket jogvégzett ügygondnok terjeszt az esküdtszék elé, amennyiben a befogadható a perrendtartás szerint. Minden tárgyalás nyilvános. Zárt tárgyalást államtitokra való hivatkozással és kizárólag a kormányzó engedélyével lehet tartani. Minden tárgyalásról rögzített eszközökkel kép- és hangfelvételt kell készíteni, amit a tárgyalás végén a felek elektronikus adathordozón azonnal magukkal vihetnek. A legfelsőbb törvényszék elnöki hivatalos szúrópróba szerint, de legalább minden tizedik tárgyalás köteles a felvételről ellenőrizni, feldolgozni és kielemezni, és a tapasztalatokat a törvényalkotásnál hasznosítani. Idővel az összes bírósági épületet az országban be kell zárni, mivel általában dísztermeken kívül a többi tárgyaló csak cella méretű, amely nem csak méltatlan egy valódi igazságszolgáltatás hivatali helyének, hanem alkalmatlan is az új feladatra, mert nem hogy a hallgatóság, hanem a 7 esküd sem férne be. Amennyiben bűn és, annyi bűn és fájdalom szorult, ezt itt lábjegyzetként írtam, zárójelbe, de hát igazából nem zárójeles a mondat. Annyi bűn és fájdalom szorult a falak közé, hogy el kell majd rajta gondolkodni, hogy földig romboljuk-e, vagy csak zárjuk be és hagyjuk meg mementónak. Az apostoli magyar királyság rendelkezik szükséges forrásokkal az új valódi igazságszolgáltatás infrastruktúrának megteremtéséhez. Már tervezik ezeket a tárgyalótermeket, hogy hogyan kell kinézni. Hát egy korty vizet szeretnék. Időközben, és technikai. A harmadik napján. És talán ez a legfontosabb rendelet, és ez lesz majd, aminek a legtöbb végrehajtó rendelkezése is fog születni, ugyanis már most van neki 6. Hetes számú kormányzói rendelet, átfogó intézkedések a gazdaság működése bürokrácia mentesen az apostoli magyar királyságban. És itt kívánom elmondani, a HVG néhány héttel ezelőtti számában közzétették, hogy melyik országban egy cégre esően mennyi a bürokrácia per év. Magyarországot csak Csehország előzi meg valami 160 órával, és Magyarország 140 valamennyiként a második, Svájcban 6 óra a bürokrácia egy cégnek. Az adó minden formája megszűnik, az illeték is, nincs áfa, SZIA, tánya, ványa, EVA, stb. Nincs rá szükség, mivel hazánk a világ egyik leggazdagabb országa. Az apostoli magyar királyság 20 ezer milliárd cent korona elektronikus fedezettel kibocsájtott fizetőeszközzel rendelkezik. Minden magán és államadósság megszűnik, a körbetartozás is. A fent hivatkozott Szent Korona Bank alapító okirat második bekezdése alapján. A fentiekből következik, hogy a jövőben a számlák kiállítása is csak az üzletfelek egymás közti elszámolását szolgálja, illetve a nemzetgazdaság szinkronjának folyamatos fenntartásához szolgáltat adatokat. A jövőben nem kell kibocsájtani papíralapú számlákat, szállítóleveleket, stb. Az áruk mozgatása és nyomonkövetés elektronikusan vonalkódos rendszerrel történik. A cégek, magánszemélyek és bankok egymás közti forgalma átutalása és bankkártyával bonyolítható. A bankkártya szolgál útlevélként, személyigazolványként, jogosítványként és egészségügyi kártyaként is. Most nyilván a honvéd igazolványok kiosztásakor még ilyen tempó mellett sem tudtuk ezt a kártyát magunk zsanak sem biztosítani, de Tauzin Krisztina altábornagy asszonynak a névjegykártya is elegendő volt a minap annál a 22. követi kapitányságnál, aki nemrég még az otthonából 300 rendőr hatató segítségével rakta ki. Ma már a 22. kerületi kapitány megköszönte levélben, vagy valaki a kapitányság részéről hivatalosan, nem is emlékszem már az aláírásra, a bűnüldözéshez nyújtott segítségünket. Ugyanis én, amikor altábornagy asszony a lakásügyébe ment kihallgatásra érkezett, akkor én őt parancsban utasítottam arra, hogy tartson állománygyűlést a 22. kerületi kapitányságon, hogy hogyan lehet a lakásmaffiát visszaszorítani, és a rendőrség állományából hogyan lehet azokat a személyeket kiszűrni, akik átálltak a sötét erők oldalára. És megneveztem azt a személyt. A fentiekből következik, hogy igen. Az apostoli magyar királyság tervhivatala van már a Fidesz kormánynak is, tudjuk nem régen. Rájöttek ők is, hogy szükséges. Elkészíti, ugyanis itt kell megjegyeznem azt,
hogy Ausztria, aki a világ legjobban működő országa, és azért nem szabad elfelejteni, hogy nem túl régen, alig 100 éve magyar mérnökök építették az osztrák hidakat, vízvezetékrendszereket és sok minden más olyan állami objektumokat. Ma mi szorultunk a segítségükre Kolontáron, egy 2 méteres gátat nem tudtunk építeni Izraelből, és Ausztriából kellett, hogy érkezzenek mérnökök, hát ez ugye nyilván normális esetben nincsen így. A tervhivatalra arra akartam csak utalni, hogy abban az országban van szinkron, és ezért működik a világon a legjobban a nemzetgazdaságuk. Na most a miénk is így fog működni. Tervhivatal elkészíti a hosszú távú gazdasági tervét és megvalósítósági tanulmányát tudósai bevonásával. Egyeztetve a szomszédos testvér országainkkal, mivel a Kárpát-medence gazdasága nem választható szét, és együtt olyan nagy termelési egység, hogy nem csak Európára van kihatással. A szomszédaink részére gazdaságunk beindításához és a magyar gazdasággal történő összekapcsolódáshoz véglegesen átadott pénzeszközöket tudunk biztosítani 100 milliárd cent korona nagyságrendekben. Nem csak a magyar mezőgazdaság, élelmiszer és feldolgozóipar, hanem a nehéz és könnyű ipar, gyógyszer és vegyipar is méltán volt világhírű. Felépíthetjük a világ legmodernebb államát, mert most nekünk szinte semmink sincs. Ezért mindent újat fogunk építeni. És miután miénk lesz a legújabb, ezáltal miénk lesz a legmodernebb is. A magyar földet újra magyarok művelik, a magyar föld újra magyarnak terem. A magyar víz újra a magyar élteti. A traktort, a kombányt, a mozdonyt, a repülőt és az űrhajót újra magunknak gyártjuk. És a felesleget eladjuk jó szomszédainknak. Az adók megszűnése és szinte korlátlan mennyiségű állami forrás megléte, melyhez kamatmentesen jut a vállalkozó, nagy mértékben fokozza a vállalkozási kedvet, ami teljes foglalkoztatáshoz fog vezetni. A magasabb bérrel foglalkoztatott állampolgárok többet fogyasztanak, és köztudott, hogy a fogyasztás beindítja a gazdaságot. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb közgazdasági, legfontosabb közgazdasági tétel. 7-es számú kormányzói rendelet, 1-es számú végrehajtási rendelkezés. Kovács Ádám rákkutató által feltalált szeladam és vitacél készítményeket, melyek az elmúlt 2 évtizedben több tízezer ember életét könnyítették meg, bizonyítottan több száz ember teljes gyógyulásához járultak hozzá, a mai napi hatállyal gyógyszerén nyilvánítom. És ezúton itt jelentem be, hogy a C-hivatal, amit a Tempopárt, illetve az Apostoli Magyar Királyság hivatalos honlapján hozzuk létre elektronikus webirodaként. Elsőként Kovács Ádámmal kötjük meg a szerződést, a Szent Korona Bank, és Kovács Ádám ide aportálja be a több milliárd euró értékű szellemi aportját, illetve azt a készítményeknek a know-how-ját, ami azt jelenti, hogy azonnal akkora értékű Szent Korona már működhet, ugyanis az a fedezete, a találmánya fedezete, ugye? Tehát hol van még a világon egy olyan pénz, ami forint-forint, Szent Korona alapján fedezette rendelkezik. És annyit azért tudni kell, hogy ha nem is a gyógyszereit, csak azt a cseppet, amit most étrend kiegészítőnként árul, ha minden ember 15 cseppet bevesz belőle egy nap, nem lesz soha beteg. Minden szervezete teljes mértékben visszaáll a normális működésre. Egyszerűen olyan egyszerűen működik, hogy becsukja az ajtót. Tudjuk, ha be van csukva az ajtó, nem megy ki a meleg. Ilyen egyszerű hatásmechanizmussal működik, mert a világ az ilyen egyszerű, csak ugye az egyszerű dolgokat azt azok nem szeretik, akik a bürokráciát teremtették. 7-es számú kormányzói rendelet, 2-es számú végrehajtási rendelkezése. Magyar Királysági Kormányzói Hivatal nyílt közbeszerzési eljárás keretében pályázatot ír ki a Szent Korona, mint elektronikus fizetőeszköz bevezetéséhez, bankkártya rendszer kialakítására és a hazai pénzintézeteknek történő bevezetésére. Ajánlatokat e-mailben vagy postai úton a kormányzói hivatalhoz kell eljuttatni. 3-as számú végrehajtási rendelkezés. Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatal által alapított Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaság megkezdi Magyarország eladó ingatlanok és működő cégek felvásárlását. Az ajánlatokat e-mailben vagy postai úton a kormányzói hivatalhoz kell eljuttatni. Megállt az ingatlan piac. Sokan mondták, hogy miért vesszük meg, ami a koronáé. Mondom, el tudjátok venni, ami a koronáé? Én el tudom venni, így tudom elvenni, és ez nem elvtelen. Ugyanis az amnesztia, amit biztosítottam, ha mondok egy példát, hogy Csányi úr ezzel élni kíván, és azt mondja, hogy a PIK szalámi gyárat, ami most mondjuk ér 100 milliárd forintot, 1 milliárd forintért hajlandó átadni, mert meg is egyeztem vele. Csak mondtam egy példát, nyilván ezek nem konkrét számok voltak, ez egy lehetőség. Ez egy nagyon egyszerű módja annak, hogy akkor nem kell a büntetőjogi, nem kell azzal az amnesztiával élni önmagában. Tehát ilyen rugalmasak vagyunk. Ezt lehet így csinálni. Egyféleképpen nem lehet csinálni, hogy egy hivatalnak a vezetője vagyok, és behoznak egy találmányt, és elutasítom, és utána eladom, mert közben lefénymásoltam. Na, ezt nem lehet csinálni.
7-es számú kormányzói rendelet 4-es számú végrehajtási rendelkezése. Az apostoli Magyar Királyság kormányzói hivatal által alapított Szentkor, a Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaság megkezdi magyar vállalkozók részére itthon és külföldi vállalkozási tevékenységéhez szükséges kamatmentes kölcsön folyósítását, illetve véglegesen átadott pénzeszközök átadását, amennyiben az üzlet az apostoli Magyar Királyság résztulajdonosi közreműködését igényli. Ez azt jelenti, hogy minden vállalkozás nyilván, hogyha tudja a vállalkozó bizonyítani, hogy értelmes a dolog, és a tervhivatal mondja, hogy igenis van erre szükség, meg el tudja adni, van erre adat, akkor ez kell. Viszont, hogyha olyan mértékű a találmány, és ő szeretné ezt az állam bevonásával tenni, akkor 50%-os tulajdonos lesz az állam, és amikor már a vállalkozó nem szeretné, akkor visszafizeti ezt a kamatmentes kölcsönt, és akkor újból 100% az övé a cégnek, tehát semmit nem akarunk államosítani. Az OTP-n kívül, mármint azt a részét, amit törvénysértően elvették, meg a MOL, meg az a néhány társaság. Meg újraállítani a Malévet, meg a többi, ugyanis szeretünk repülni. Sajátunkkal. 7-es számú kormányzói rendelet, 6-os számú végrehajtási rendelkezés. A mai napi hatállyal minden típusú adóslista nyilvántartását, KHR korábbi nevén bár, stb. Vezetését, közzétételét bármilyen módon történő nyilvánosságra hozatalát, még a bankok belső nyilvántartási rendszerében is megtiltom. Hozzáteszem, hogy a bankoknak még nem küldtük-e, február 10. napján született, majd meg fogják kapni, amikor tudjuk igazon, hogy megkapták, következő naptól vonatkozik rájuk ez a rendelet. Pusztán a 7-es számú kormányzói rendelet és ahhoz tartozó rendelkezések vonatkozásába szeretném kiegészíteni, hogy vegyétek nagyon komolyan a 7-es számú kormányzói rendeletet. Ez tényleg a világ leggazdagabb országa. Sokkal több mindenünk van, mint amire szükség van. Leginkább, amire szüksége van a világnak ezen fölül, amit kevésbé tudnak, illetve hát nagyjából azért mindenki ezzel tisztában van, a magyar találmányoknak a sokasága és az összessége. Az olyan mennyiségű kincs, és ez amit tulajdonképpen tettem egy ajánlatot a világ fő pénzügyi erejéhez tartozó államok vonatkozásába, ezért nyilván háttérben folynak egyelőre ezek a tárgyalások, hogy rögzítsük a forintba a Szent Koronát, ugye mi már rögzítettük 200 forintba, és a világ nagy valutáit igazítsuk ehhez az összeghez, és egységesítsük a pénzt, illetve lesznek is keresztárfolyamok, egymáshoz képest az árfolyamok ne változzanak. Bőven elég az, hogyha esetleg áru tőzsde marad, a pénzzel nem kell külön tőzsdézni. Egyébként véleményünk szerint a pénzpiac a számunkra nem ismert fogalom. Van bolhapiac, zsippiac, zöldségpiac és mindenféle fapiac, bármit lehet mondani, halpiac, de pénzpiac az nincs. Tehát az nem elég, hogy az áruk egymáshoz képest is változnak, még az a pénz is változik egymáshoz képest, és tudjuk azt, hogy akik spekulálnak a pénzünkkel, hát egyet nem tehetnek, tehát az biztos, hogy a forintot ebbe a tekintetbe nem szeretnénk, hogy tovább konvertibilis legyen, mert nagyon-nagyon sokféleképpen lopják ebből az országból a pénzt minden módon, nem csak, hogy a hivatalban nyitva adják az ablakot, mert akár úgy is, hanem úgy, hogy a pénzünkkel azt csinálnak, amit akarnak, ezt nyilvánvalóan nem lehet. De hozzáteszem, hogy annyira sok pénzünk van, annyira sok vagyonunk van, és annyira sok találmányunk van, hogy még ezt is megengedhetnénk magunkat, de nyilván nem járhatunk olyan példával elő, hogy pazaroljunk, mert ne pazaroljunk, inkább adjuk oda a világ azon országainak, ahol most nagy a szükség. Mert bármilyen furcsán hangzik, nálunk semmiféle szükség nincs. Tehát ebben az országban csak nem tudtok róla. Tehát ez az, ami miatt én vállaltam azt, hogy én leszek a kormányzó, egész addig, amíg én korábban Tempópárt elnökeként és a ACH Szabadalmas Részvénytársaság Érkontroll Hungary RT vezetésében kaptam segítséget, felajánlották, hogy mindent megcsinálnak helyettem, nekem már csak hátra kell dőlni a székbe. Egy ilyen vállalkozó volt, aki eljött hozzám, nagyon okos ember volt, mert a beszélgetésünk után fölkelt és elment, és nem találkoztunk többet. Én azt mondtam, hogy 10 gyeplőt tartok a kezembe, 6-ot el kell, hogy vegyen. Nem azért, hogy ragaszkodok hozzá, lássam, hogy jobb benne, mint én. 4-et megkap ajándékba. Nagyon gyorsan távozott. És sajnos megtapasztaltam azt, higgyétek el, hogy épp a minap mondtam, itt köztünk jelenlévő barátomnak, sétáltunk itt a várba, mert egy pár hete, hónapja fönt vagyunk a várba. Egyébként már elfoglaltuk, tehát több helyen kihelyeztük a tábláinkat, ezek még most ilyen picikék, majd most is mindjárt egyet elhelyezünk a főbejáratnál. Ezek jelképes dolgok, de azért gondoltuk így, hogy mindenkinek maradjon ez így meg a szívébe. Én nem szaporítom a szót, mert a tettek ideje eljött.
Én arra kérlek benneteket, arra kérem a sajtó képviselőit is, hogy úgy menjetek el innen, hogy legyetek a proféták. Legyünk ne csak 12-en, meg 24-en, hanem aki most itt van, és aki ezt, aki nem hitte, az járjon utána, de ezzel semmi gond, mert a hírszerzőben megjelent cikk, és megadta nekem az újságíró azt a lehetőséget, hogy aki nem tudja, hogy ki miért, most leszünk felosztatva, mert túlmentünk az időkereten. Úgyhogy én megköszönöm a részvételeteket, és mondjuk azt, hogy oszolj. Én levonulóba azt mondom ennek a rendezvénynek a végén, hogy éltessük háromszor az apostoli magyar királyságot, fennhangon mi ezt így szoktuk. Éljen az apostoli magyar királyság! Éljen az apostoli magyar királyság! Éljen az apostoli magyar királyság! Köszönöm, hogy részt vettetek ezen a mai rendezvényünkön, és ezen a hivatali eskün, hogy megosztottátok a